és Szabó Zsóról se feledkezzünk meg, már negyedikként fordult, 2.43.17, te gyere Zsó, gyere a harmadik helyre, simán oda lehet érni. Dani tartja egy testosztnyi előnyét, és következik majd rövidesen az utolsó száz. 59 másodpercre úszta az utolsó század gyorsan délelőtt Darnyi, de 57-et is tud, ha kell. Gyorsan? Jó, nagyon nehéz, sokkal jobb vagy. Hát a világon senki nem tud 55 körül 400 vegyesen befejező 100 mellett. Sőt, 57-58 körül sem nagyon tudnak, de tudsz. Tehát ez egy ideális. Eldördül a startpisztoly, és te ráülsz a nemsikre, fölvezet téged. És az utolsó 50 lehajrázott, kész. Hát ez a legjobb. És most kivág valami káprázatos hajrát, Darnyi lerázza magáról az amerikait, faképnél hagyja, és Szabó Zsó tartja a harmadik helyét 3.18.65-tel. Két magyar az első háromban, és nem lehet Darnyit megverni, és nagyon sokan azt mondták már délelőtt, benne van az új világcsúcs lehetősége. Battistelli följön Szabó Zsóra közben. Tamás biztosan vezet több mint egy testosztnyi előnnyel. Szabó még harmadikként fordul az utolsó 50 méterre. Gyerünk, fiú! Óriási dolog lenne, két magyar a dobogon, gyere Zsó! Tamás biztosan vezet 25 méterrel a cél előtt, most már csak az órát kell figyelni, a világcsúcsot, amelyet ő tart, 4.14.75-tel megverni nem lehet, ez nem kétséges, Szabó negyedik, gyere Tamás! Káprázatos! Hihetetlen! Óriási világcsúccsal nyer Darnyi, 2,39 másodperccel javítja meg a világrekordot, Nemeszik a második, Battistelli a harmadik, Szabó leszorul a dobogóról. 4.17.52 Szabó ideje, és Darnyi valami egészen elképesztőt produkál, azon kívül, hogy marad a veretlenségi sorozata 1985 óta. Még mikor befejeztük, akkor azért megkérdezte azt, amit köztünk egy megállapodás volt, hogy én a formába hozás alatt az utolsó két héten megmondom neki, hogy meg tudja-e verni, és meg tudja ezt a versenyt nyerni. Ez becsület szóra, megállapodtunk még a legelejével. 92-ben elkövetett egy hibát. Miután olyan fantasztikus volt 91-ben, hogy ilyen 15-20 méterekkel nyert, és csupa világcsúccsal, csak felállt és világcsúcs. És ő tudta, hogy benne sok van. Tehát más, ha valaki 15 méter előnnyel úszik 4.12-t, hát az legalább 4.8-at tud, ha megszorítják. Ő ezt tudta. Hol van még ma is? 4.12-ből, ugye? Tehát ő egy akkora versenyző volt. Na most valamit hibát vétett felkészülésbe. És ugye közben hát én edző vagyok, és a versenyzőimet készítem. Nem egyet, nem kettőt, hanem ott akkor éppen a Cene és a Rózsa, meg ezek voltak a fiatalok, akik jöttek föl. És a Cene a tavaszi magyar bajnokságon megverte 200 vegyesen. Nem 400-on, abban ő soha nem verte meg senki. 200 vegyesen. És összeomlott a puci. Nem a vereség vagy valami, hanem ő nem mondta el nekem, csak én annyira ismerem őt. Ő azt hitte, hogy én most őt ejtettem, és az új, a fiatalt favorizálom ellene. Olimpiai évében. És ez a Bévenszi úszodában volt ez a bajnokság. És én tudtam, mindent tudtam, hogy mire gondol, és hogy micsoda. Ő édesapja temetésére nem ment el. Tehát egy ilyen kemény konok fickó volt. A
aztán egy fél év múlva rázottam menni, hogy elmenjen. De ilyen kemény volt. Na most a BVSC úszodában ott volt egy ilyen rész, amiből a versenyzők öltöztek, vetkőztek, én is. Na most én ezek után láttam, hogy vége a versenynek, és a buci már, mit tudom én, 20-szor húzza fel az okniát, tolja le, húzza föl, tolja le, meg mit tudom én, mert azt akarta, hogy elmenjen mindenki, és látta, hogy én maradok. Tehát ő velem akart egyedül, hogy mi van. És mikor mindenki elment, akkor oda mentem hozzá, soha nem felejtem, mert rám nézett, és ez a nagyon kemény ember nyakamba borult, és elkezdett zokogni. És vagy egy órán keresztül, egy pici gyerek, tiszta víz volt már a trikón, minden ott zokogott. És akkor én elmondtam neki, hogy semmi baj. Te az olimpiát nyered újból 200 vegyesen, és nem 400 vegyesen. Hát mondom, itt egy indiszpozíciód volt, hát az mindenkivel előfordul. Meg kell nézned, hogy követél-e valami hibát, amiről én nem tudok, hogy te magánügyed vagy valami. De ha nem követi, még akkor is van olyan minden embernek az életébe, hogy adódik egy pillanatig a indiszponált. És a cene meg jó. Na hát, szóval így váltunk el, én már csak... és meg volt elégedve, hogy én vele vagyok. Darnyi Tamás előnye egyre inkább növekszik, másfél teszthozra nem esik, rettenetesen belevág, de nem, de nincs orvossága Tamással szemben. Gyerünk Tamás, itt most már nem szabad, nem lehet veszíteni, és milyen jó érzés 15 méterrel a vége előtt azt mondani, hogy ezt a fiút egyszerűen, ameddig ő akarja, nem lehet megverni. Olimpiai bajnok újra, Darnyi Tamás, 4 perc 14,23, új olimpiai csúcs. Ott ültem és figyeltem minden felem, és egyszer csak azt hozzám észre, hogy valami meleg hajol a kezemre, és nedves. A puci miután nyert mind a két számba, úgy, mint előtte. Ugye én annyira elfoglaltam a figyelmet, ő csendbe oda jött, és legugolt a székem mellett, és az arcát ráhajtotta a készfélre. És egy kicsit sírt, és csókolgatta. Követ percig. Megköszönte. Nem vitál.